A labdarúgó NB2 25. fordulóját rendezték meg a hétvégén, ahol az ETM a feljutásra is esélyes és a negyedik helyen álló Mezőkövesd Zsóri FC együttesét fogadta. A vendégek az elmúlt három fordulóban két győzelem mellett egy döntetlent értek el, míg az egerszegiek ebben az időszakban háromszor kikaptak. Ragyogó napsütésben mintegy 1000 néző előtt kezdődött a találkozó. Az első kapura lövésnél már hárítania kellett Kunságinak, a vendégek hálóőrének. A harmadik percben Babati beívelése csúszott le, és így meredekre sikerült. A léc alá tartó labdát kiütötte a mezőkövesdi kapus. A folytatásban főként a mezőnyben folyt a játék, az alaiak kezdeményeztek valamivel többet, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A vendégek először a 7. percben jutottak el Szappanos kapujáig. Bajzát lépett el a bal oldalon, majd az alapvonal közeléből középre adott, de az érkező Takács nem találta el jól a labdát, így oda lett a lehetőség. A 16. percben Takács középre ívelését Króner csúsztatta tovább Bajzát elől. Az iram továbbra sem volt túl nagy, mindkét csapat elsősorban a széleken próbált a védelem mögé kerülni, egyelőre kevés sikerrel. A 27. percben egy hazai kontra végén Babatitól kapott jó keresztlabdát Délceg, majd 20 méterről lőtt, de a labda elsuhant a jobb kapufa mellett. 6 perccel később a túloldalon Kulcsár kapu elé ívelését Molnár bólintotta az ittszerben álló Bajzát elé, de Forgácsnak sikerült a kapu torkában szögletre mentenie. A 39. percben megszerezte a vezetést az ETE. Babati a bal oldalról pontosan ívelt a kapu elé, Daru megelőzte az elmélázó védőket és közelről a jobb alsó sarokba fejelt, 1-0. A szünet után nem sok kellett volna az újabb kék-fehér találathoz. A 48. percben egy szóló után Szakály Attila 17 méterről lőtt mellé, de beleért egy vendégjátékos, így Babati végezhetett el szögletet. A beívelés után a labda átkerült a bal oldalra Wittmannhoz, aki a kapu elé ívelt. Forgács jól érkezett és közeli fejesét Kunsági bravúrral szögletre mentette. Az 53. percben megfogyatkoztak a vendégek. Kulcsár kemény belépője után megkapta a második sárgalapját, így Berger a piros kártyát is felmutatta a vendégjátékosnak. Egy hatalmas kapus hibából csaknem azonnal kihasználta létszám fölényét az ETE. Az 55. percben Babati végzett el egy szabadrugást. A kaputól mintegy 35 méterre letett labdát kapura lőtte. A távoli és nem is túl erős lövés megzavarta Kunságit. A labda a kezéről a felső és az oldalsó léc érintése után a kapuba pattant. 2-0. 5 perccel később ismét betaláltak az alaiak. Babati baloldali szabadrugásból ívelt a kapu elé, ahol megint nem figyeltek Darura. A támadó 4 méterről a jobb alsó sarokba bólintott. 3-0. A 67. percben Babati 15 méterről leadott lövését Kunsági ütötte ki. Egy perccel később szépíthetett volna a mezőkövesd. Takács lövése a felső lécet érintve szállt fölé. A 78. percben Daru vette észre, hogy a vendégek hálóőre kint áll a kapujából. Megpróbálta átemelni fölötte a labdát, de az a felső léc felett nem sokkal szállt fölé. 2 perccel később egy szabadrugást követően ismét Daru fejelt, de a labda ezúttal a felső lécről pattant vissza. A 80. percben gyönyörű góllal növelte előnyét a házigazda együttes. Simon Falvi a jobb oldalon harcosan ment el az alapvonal mellett, majd jól gurított a középen álló Muraihoz, aki a kapunak háttalálva sarkozta állóba a labdát. 4-0. A hátralévő percekben többször felcsattant a vastapsa nézőtérről, majd a lefújást követően már állva ünnepelte az alai focistákat a közönség. Az ETL 3 vereséget követően fel tudott állni, és elsősorban Babati és Daru kiváló játékának köszönhetően győzte le az osztályváltást tervezgető mezőkövesd Zsóri FC-t. A játék képét nézem az első fél időben, nekünk volt nyerési esélyünk, hiszen veszélyesebben játszottunk, viszont az Alegerszeg egy szép gólt szerzett, és a két kényszerű csere és a kiállítás az pedig eldöntötte a mérkőzést, és azt gondolom, hogy a második fél idő alapján ilyen arányban is megérdemelten nyert az ETA, és ezt gratulálni is szeretni. Tudtuk, hogy milyen lesz a mérkőzés. Azt nem gondoltuk volna, hogy esetleg a végén ilyen arányban tudunk nyerni, de mindenképpen nyerni szerettük volna. Meg igazán magunkra figyeltünk, és megpróbáltunk egy olyan fegyelmezett védekezésbe elindulni, ami hatékony lehet ez a meccsen. A folytatásban újabb nehéz mérkőzések várnak a kékfehérekre. Előbb idegenben a Gyirmót, majd az éllovas Vasas ellen hazai pályán várják a hasonló jó játékot az egerszegi szurkolók.